A lila mezben pályára lépő csabaiak az első félidőben többször is közel álltak a vezetés megszerzéséhez. Elsőként a 11. percben Mészáros Márk lövésénél kellett védenie a nyíregyháziak kapusának, Jova Leventének. A 35. percben Vicien Ádám lőtt kapu mellé nagy helyzetben, míg a 44. percben Volent Roland próbálkozását hárította a vendégek hálóőre. A fordulást követően a Békés Csaba emberhátrányba került. Az 59. percben Király Patrik megkapta a második sárgalapját a játékvezetőtől, aki kiállította a csabaiak középpályását. A legnagyobb nyíregyházi gólszerzési lehetőség Hornyák Marcell nevéhez fűződik a 65. percben, de a 100. csabai bajnoki mérkőzését ünneplő Ribánszky László védte a lövést, így maradt a 0-0-ás döntetlen. A Békés Csaba továbbra is az 5. helyen áll a bajnokságban. Azt mondom, hogy igen, láttam a Békés Csabának több meccset, láttam, hogy milyen játékot produkálnak, tudtam, hogy nagyon szervezett csapat, tudjuk, hogy vannak bizonyos részek a játékban, ami nagyon jól tudják használni, és azon tudnak építeni, veszélyesek tudnak lenni. Azt mondom, az első félidőben meg is mutatták egy párszor, hogy hol vannak azok a pontok, sikerül is kétszer vagy háromszor felszabadulni, abból tudtak helyzetet is kialakítani. Nem rúgtak a gólt, azaz kimaradt. A másik félidőben azt mondom, hogy mi egy kicsit többet kedvezményeztünk, kaptuk egy lehetőséget, hogy egy emberre többet legyünk a pályán, próbálkoztunk, közel voltunk, de mondom, két szervezett csapat volt, amelyik nem akarta feladni a területet a védők mögé, úgyhogy nagyon jó kezeltük ezt a részt mind a két oldalon, és abból adott, hogy egy 0-0, azt mondom, hogy meg kell becsülni ezt. Nem volt túl jó játékot, nem volt túl izgalmas a játék saját magától. Rozsdás volt a játék, inkább így fogalmaznám, azért két hét után, amikor visszatértünk, lehetett látni, hogy mindenki egy kicsit elveszítette az élességét a meccsből, de azt mondom, most jönnek a következő meccset, ezt a pontot meg kell becsülni, idegenben nem kaptunk gól, negyedik meccs, ahol nem kaptunk gól, és ezen kell építeni tovább. Hát mondjuk azt nem tudom miért, mert nem a kérdést abszolút így gondolom én is, de a kiállításom nagyon nem értem. Tehát ez, hogy hazai pályán nekünk folyamatosan több sárgalap jut, és több olyan ítélet, ami nem biztos, hogy jó, ezt nagyon nehéz megélni. Tehát nem azt várja az ember, hogy ide fújjanak, hanem azt, hogy legyenek korrektek. Ettől függetlenül igen, úgy érzem én is, hogy az első fél időben leginkább, ott ugye azért nagyon sokszor eljutottunk olyan lehetőségig, helyzetig, amiből meg kellett volna szereznünk a vezetést. Bár hozzáteszem, hogy volt két-három játékos, aki teljesen értetetlen módon futballozott, és egy többi hétre nehezedett az, hogy nekik még őket is időzőjelbe pótolni kellett, vagy helyettük kellett dolgozni. Úgyhogy ezzel nem tudunk változtatni, és ugye nem tudunk, mert minőségben nem vagyunk meg sajnos. Ugye nem nagyon tudok belenyúlni egy-egy mérkőzésbe a sérülések miatt, meg eleve a kicsi létszám miatt, addig nagyon nehéz lesz elmozdulni erről nem is tudom, hogy milyen teljesítmény, és nem akarok senkit megbántani tényleg. Mondom, a két-három emberre értem ezt. Utána úgy érzem, az nem volt veszélybe a döntetlenünk, hiszen a lehetősége nem volt a Nyíregyházának. Pontrugásokból voltak veszélyes dolgok, lehetőségek, de helyzetig nem jutottak el. Úgyhogy én azért sajnálom ezt a meccset, hogy nem tudtuk megnyerni.